A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai adásban bemutatjuk, hogyan is zajlott az idei királyi napok. Ezt követően már az iskola kezdésre készülünk, a gyermekeket érintő betegségekről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Augusztus 20-ával véget ért az idei királyi napok. A szervezők idén is rengeteg programmal készültek, így a látogatók koncerteken, vásárokon keresztül ismerhették meg a középkori életértést. A székesfehérvári királyi napok a történelmi főváros egyik legfontosabb kulturális eseménye. Az idei programsorozat talán leglátványosabb része a lovagok napja középkori forgataga volt, mikor hagyományőrző csapatok, régi zenei együttesek, családi és gyermekprogramok várták középkori kalandozásra a látogatókat. Van nálunk egy korabeli korong rekonstrukció, ahol ki lehet próbálni, hogy hogyan is készültek azok a díszes fazekak, amelyeket ma a régészek megtalálnak. Emellett van kötélverőgép, hiszen az élet minden területén nagyon hasznos volt akkor tájt a madzag, csak úgy, mint napjainkban a szigetelőszalag. Az Ars Enzis lovagi kör és kardvívó iskola egyesület különleges élményt kínált a látogatóknak, akik kipróbálhatták a középkori fegyvereket és interaktív harcművészeti bemutatón vehettek részt. Hát 14. századtól kezdve dolgozunk fel különböző vívókódexeket, német, francia, olasz, spanyol és néhány angol nyelvi forrást. Ezekből a forrásokból próbáljuk meg kikövetkeztetni, hogy hogyan vívtak az elődjeink. A középkori egyházi építészet egyik legizgalmasabb vívmánya a rózsaablak volt. A számos szimbolikát magában rejtő művészeti alkotásokat egy kis segítséggel bárki elkészíthette. Két oldalú ragasztó segítségével tudják a pauszpapírból, az átlátszó pauszpapírból kivágni azokat a kis részleteket, amiket ráragasztanak a lyukas részekre, és a legvégén még egy keretet hátulról ráragasztanak, ami össze is fogja, illetve el is takarja a ragasztást. A lovagok napja augusztus 17-én délután a lovagok felvonulásával és bemutatkozásával folytatódott, majd pedig lovagi tornával és annak eredményhirdetésével zárult. A középkori hangulat viszont folytatódott tovább. A Városház téren a Szabad Színház kiválóságai által piaci perpatvarok, vásári életképek, kofák, komédiások, mutatványosok várták a térre betérőket vasárnap, de egészen augusztus 20-áig izgalmas bemutatókkal szolgált a társulat. Köszönöm, Felcser uram! Úgy tűnik, jól bevált középkori terápiát alkalmazott a Felcser. A doktora járókelőket gyógyította éppen a Városház téren vasárnap délelőtt. A Szabad Színház tagjai valódi időutazásra invitáltak bennünket. Én doktor Ragály vagyok, vagy dottore, ha úgy tetszik. Olasz származású vagyok egyébként. Az őseim Itáliából jöttek. Hát itt ragadtunk Pannonföldön. Aztán ezek ilyen olasz mesterektől tanultam mindenféle gyógymódokat. Azokat próbálom itt népszerűsíteni. A sokadalomra már a délelőtti órákban rengetegen ellátogattak, nem véletlenül. Haláliak ezek itt a színjátszósok, akik mindig egy kis középkori hangulatot varázsolnak nekünk itt a belvárosban. Épp most néztük meg ezeket a zászlódobálókat, nagyon jó volt. Olaszországban nagy divat, úgyhogy örülök, hogy nálunk is már itt megérkezett. Aztán itt voltak a lovagok. Nem felejtem el, amikor az iskolánk, a Tóparti gimnázium például sakjátszmát játszott, ugye, hogyha emlékeznek rá. Úgyhogy nagyon sok program van itt. Amikből természetesen a kicsik is válogathattak bőven. A fehérvári családok ezért tartják fontosnak, hogy a gyermekeiknek megmutassák a forgatagot. Egy kicsit belekóstolhassanak a régi idők világába, és hogy megtapasztalják, amennyire megtudják, hogy ez hogyan zajlott régebben. Jól látjuk, hogy sokan mikor részögek, medve természetűek, desnyó természetűek, némelyek kediglen.
Az iszákosok számára mindig nyitva a kocsma ajtó, az asszonyok pedig mindeközben otthon szorgoskodnak, hogy mire az uraik hazaérnek, minden ragyogjon. Egy olyan középkori piactéri eseménysort mutatunk be, ami valóban így történhetett. Itt van egy fogadónk a négy döglött patkányhoz, van felcserünk, aki esetleg tudja gyógyítani akár a másnaposokat is, van kocsmapódiumunk, tehát a csepűrágók is és a léhütők is, ha feltámadtak az ivóban, akkor ezeket a különböző korabeli, például Szent István intelmeit, vagy akár egy rigmust elő tudnak adni. Aztán a jobb oldalán a középkori utcának lehet látni különböző asszonyokat, akik mosnak, szőnek, fonnak. A középkori sokadalom a Városház téren várta a vendégeket, rengeteg játékkal, hagyományőrzők felvonulásával, interaktív előadásokkal, tréfás versenyekkel, pannonmesékkel és persze királyaink sem hagytak magunkra bennünket, velük is találkozhattunk a belváros terein. A fő utca nyüzsgő forgataga után a Szent István Király Múzeum udvarában a Csendes Alkotási volt a főszerep. A múzeum rendházának díszudvarán ugyanis kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A hétfő délutáni programon a kicsik a hadimustra kiállítás és Szent István ünnepe kapcsán készíthettek el különféle kreatív tárgyakat. Hát a mi asztalunknál a Szent István Király Múzeum pedagógusnak a szervezésében kitűzőket lehet készíteni az időszaki kiállításunk a Papolyos során. Ha a Történeti Múzeumnak az nagy időszaki kiállítása jövő májusig látogatott a múzeumunkban, nagyon sok katonai érdemrendet, kitüntetést láthatnak az érdeklődők a kiállításban. És ehhez kapcsolódóan a gyerekek elkészítedik a saját katonai kitüntetésüket kitűző formájában. A gyerekek a múzeum asztalánál a katonai érdemrendek kivágása és kiszínezése után egy kitűző készítőgép segítségével készíthették el saját egyedi kitüntetésüket. A másik csapatnál pedig különféle papírjátékokban eleveníthették meg a kiállítás szereplőit. A felkérés úgy szólt, hogy a hadimustra kiállításhoz kapcsolódó legyen a foglalkozás, úgyhogy úgy olyan optikai játékokkal, papírjátékokkal készültünk, amelyek azért kötődnek a kiállításhoz, tehát nálunk huszárok, lovagok, lovagi párbajok, kis magyar címer történet van a játékokon, amik megelevenednek. A székesfehérvári kreatív műhely a papírforma asztalánál, így a fő alapanyagok természetesen a papír, az olló és a jancsi szög voltak a mozgatható optikai játékok elkészítésekor. A Szent István Király Múzeum másik helyszínén az egykori koronázó bazilika és a középkori romkert területén szintén az alkotásé volt a főszerep. Mindenki gyermek lehetett egy kicsit, mondhatni játszva tanulhattak a fehérváriak. Történelmi időutazás vette kezdetét vasárnap. Hogyan készült a koronázó bazilika szentélyének egykori mozaikja? Milyen anyagokból rakták össze? Mennyi maradt meg belőle? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a látogatók. Az egyik egy kézműves foglalkozás, amelyben az egykori koronázó templom 11. századi szentélyének a falmozaikját idézzük meg. Ez a mozaik szürke-fehér színű habarcsba készült, apró színes üveg és kő mozaikokból rakták össze, és még emberalakok is lehettek rajta. De a kézműves alkotáson túl a Szent István Király Múzeum társas játékra is invitálta az érdeklődőket a középkori romkertnél. Ez a táblára fel fókuszban a bazilika címet viseli. Ebben a táblás játékban az egykori koronázó templom, a nemzeti emlékhelyek, Székesfehérvár történetének egy-egy vonatkozó eseményével, információjával. A Szent István Király Múzeum pedagógusai még két napon keresztül várták az érdeklődőket különféle izgalmas programokkal a nemzeti emlékhelyen. A programban helyet kapott a szakmai tárlatvezetés is, és egy másik kézműves foglalkozás, ahol a falfestménykészítés technikáját mutatták be. Egy hét, és elkezdődik az iskola. Ezzel együtt pedig sajnos megjelenhetnek a fertőző betegségek is. A témáról kolléganőm Kovács Szilvia beszélgetett stúdiónkban Mosolygó Éva házi orvossal. Senkit nem szeretnénk riogatni, de ugye kezdődik az iskola kezdés. Körülbelül egy hetünk van arra, hogy a gyerekeket és magunkat is felkészítsük egyrészt lelkileg arra, hogy az iskola kezdődik, véget ért a nyári szünet.
Ám de ilyenkor kezdődik az a probléma, hogy a gyerekek betegen jönnek haza az iskolából, ugye visszakerülnek a közösségbe, és akkor elindul mindenféle fertőző betegség. Na, erről fogunk beszélgetni most vendégemmel, Mosolygó Éva házi orvossal. Örülök, hogy újra itt vagy, és egy kicsit beszélgethetünk. Köszönöm szépen, örömmel jöttem. És örülök, hogy felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy mi a fontos teendő ilyenkor. Picit még nem menjünk akkor bele annyira az iskola kezdésbe. Nekem most egy kicsit ez a nyár, ez úgy tűnt, mintha több lett volna a betegség. Mindenhol azt láttam. Ugye szerintem beszéltünk mi még talán tavasszal arról is, hogy a klíma is okozhat betegségeket, ugye nagyon sokan fújatjuk magunkra autóban, meg a munkahelyen az alatt ülünk. Ilyen betegségeket is nagyon sokat láttam, de nagyon sok ismerősnek a gyereke beteg volt itt nyáron, sőt Covidról is hallottam. Na, egy picit erről mesélj kérlek, hogy mi minden volt itt most itt a nyáron a hátunk mögött. Igen, igazad van, nem volt uborka szezon, a szokásos nyári uborka szezon elmaradt, és sokkal több fertőző betegséget észleltünk, mint az előző nyarak valamelyikén is. Fertőzött csípések, sokkal több fertőzött csípés. Bogárcsípések elő szoktak fordulni, de most valamiért még a bőrsérülésekben is több volt a kórokozó, és a liguti hurutok is sokkal nagyobb számban voltak, mint hogyha a Covid nagy csendje után, és ez most jön a tanulság, a Covid nagy csendje után rengeteg fertőző betegség kelt életre, és forgolódott családról családra, testvérek között és egyebek. És vonjuk le talán tudományos háttér nélkül, de azért megfigyeléses alapon mondhatom, hogy a covidos maszkviselés, amit annyian elleneztek és nehezen viselték és egyebek, áldásos hatása volt, hogy az összes többi kórokozó is csendben maradt, és nem adtuk emberről emberre. És ezzel át is vezetjük akár a szeptemberi történteket, mert ott az oka a szeptemberben megsokasodó liguti hurutoknak, hogy egy osztályteremben be vannak zárva a gyerekek, vagy egy csoportszobába, és ott, hogyha egy-két gyerek vízbe kórokozott, az aztán terjed egy zárt kicsi térben. És hát a Covid alatt maszkkal megakadályozott, blokkolt liguti hurutos cseppfertőzés, az most aztán tömkelegével ment. Ezt ugye akkor is beszéltük, amikor a pandémia után elindultak ezek a betegségek, de akkor ezek szerint már azóta tart, hogy sokkal jobban támadnak ezek a kórokozók? Igen, több hurutot látunk egyértelműen, vírusfertőzéseket és bakteriálist is, de különösen a vírusfertőzések nagy számát észleltük. És az lehet, hogy ennyire le van gyengülve esetleg az emberek immunrendszere? Nem. Ez csak néhány emberre mondható el, akik mondjuk long covid kapcsán észlelt tünetekben valóban vannak ilyen furcsa elmosott helyzetek, amikor nem értjük, hogy mi miért történik, nehezebben megszűnő köhögéseket látunk és egyebek, de ezért ez nem írható egyértelműen ennek a rovására. Nekem az volt a nagy vágya, mondtam is neked egy műsorban, hogy jó lenne megtanulni a fertőző betegségekben a viselkedés kultúráját, eleganciáját, hogy aki légúti fertőzési betegségben szenved, és emberek közé megy, az viselje maszkot, és annak a felelősségét, és erre tanítsuk meg a gyerekeket. Mert hogy azt látom, talán ott van lehetőségünk nagyot változtatni, hogy a következő generációt kultúrált neveljük. Ez sok szempontból tudatosabb már a következő generáció, és hogyha ezt arra is használjuk okosan, hogy megtanítjuk őket, hogy szülőként példát mutatunk, ez az egyik kulcsmondat az egésznek, mert hogy olyat várhatunk el csak a gyerekektől, amit mi magunk is végzünk, és ha a kicsi gyerek is látja, hogy anya, miért van rajtad maszk, vagy apa, mert megyek a boltba, és náthás vagyok egy kicsit, de kénytelen vagyok én, akár én még egy kicsit hurutosan is boltba menni, és nem akarom, hogy a többi embert megfertőzzem. Sokkal többet megértenek a gyerekek, meg óhatatlanul, magyarázatok nélkül is ellesik a viselkedés mintát. Ez a leghatékonyabb nevelési forma, és ez az egészségre nevelésnek is abszolút az alapja. Igen, most, hogy újra említetted ezt a korábbi egyik beszélgetésünket, amiben a maszkról beszélgettünk, arról, hogy igenis, hogy maradjunk meg ennél a szokásunknál. Most erről az jut eszembe, hogy én nem tudom, hogy mindenki hogy van ezzel, de hogy mindenkinek azért szerintem nagyon nem kellemes tapasztalat volt ez a maszkviselés, és hogy nagyon sokat kellett benne lennünk, és hogy én azt látom már inkább, hogy például, ha bemegyek egy boltba, már én magam is meglepődök, ha valakit maszkban látok újra.
pedig ugye annak idején ez volt a természetes, és hogy azt tudom, hogy a gyerekek, például ha csak a sajátjaimból indulok ki, hogyha föl kéne venniük egy maszkot, ők már nagyon óckodnak tőle. Tehát, hogy nem, nincs most ez, hogy egy kicsit jobban megszoktuk akkor, és most már nem nagyon szeretnénk? Most nehezebb igen újra venni, mert nem maradt meg, nem lett egy ilyen átmenet a kultúrájából. Előről kell kezdeni és megtanulni. Most persze nem mindenkinek, és a rendelőben sem várjuk el, csak azoktól várjuk el, és azt én úgy látom az én csapatomban, hogy ez működik, sőt valahogy, hogy ha telefonon jelzi valaki, hogy milyen tünetei vannak, és behívom vizsgálatra, akkor meg is kérdezik, hogy vegyünk-e föl maszkot. Ki is írtuk az ajtóra, hogy kérjük. Nem eljárási rend, nem kötelező, de azt szép érzéssel kérjük szépen eldönteni, hogy a többi embert ne fertőzzék meg. Ennek az eleganciáját meg lehet tanítani a gyerekeknek újra. Most még egy pillanatra visszakanyarodva ide a nyári betegségekre, lehetséges az vajon, hogy a mostani klímaváltozás, ugye most ez a nyár, ez kimondottan meleg volt, hogy azért ez is kedvezett a kórokozóknak? Hogy lehet, hogy igen, ettől volt esetleg valószínű, több is? Hogy ez is egy szelet az okok között. Uh-huh. És a mi oldalunkról az, hogy klímázzunk, mert akárhova megyünk, klímázzunk az üzletben, otthon klímát kapcsolunk, bár a klímahasználatnak is vannak nagyon fontos szabálya, és nagyon sokat számít. Az autóban klímából klímába megyünk, és közben egy nagy hőmérséklet tüskét írunk le a melegből a hidegbe, de alapvetően a ránk fújt klímával az a baj, hogy a nyálkártyáinkat kiszárítja, a torkunkat, szemünket, szánkat kiszárítja, közvetlenül ránk áramló hideg levegő, és egy kiszáradt nyálkártya nem tud jól reagálni. Az immunrendszerünk az ilyen, ez a kulcs szava a védekezésünknek, és az immunerősítőnek, még esetleg arról érdemes lenne beszélni, hogy milyen tévhitek vannak ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy a nyálkahártyánkon működő immunrendszer, az ellenanyagtermelés akkor jó, ha nedves, jó alapállapotú a nyálkahártya. Hogyha nem, ha kiszárad, akkor kevésbé gyorsan reagál. Uh-huh. És hát ugye most, hogyha már akkor rátérünk a fő-fő témánkra, ami most következik, és előttünk áll szülők és gyerekek előtt, meg hát orvosok előtt is, akkor ugye most azért mondják, hogy azért ez az ősz sem lesz túl hideg, tehát egyrészt ugye most, hogy visszacsöppen mindenki közösségben lesznek, meg hát ugye ugyanúgy ez a dolog fennáll, hogy talán a hőmérséklet is most kicsit melegebb lesz. Mire figyeljünk? Mi az, amit javasolnál a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt? Hogyan lehet esetleg kivédeni azt, hogy most, amikor visszakerülnek az iskolapadba, akkor ne rögtön pár nap után beteget jelentsenek? Igen, van kettő sztereotípia, két kulcskérdés, amit nagyon gyakran hallok. Milyen vitamint adjak a gyerekemnek, hogy ne legyen beteg, és hogy hogyan, milyen immunerősítőt adjak, hogy ne legyen beteg? Nincs olyan vitamin, az a rossz hírem. Nincs olyan kulcs, különleges vitamin, amitől nem lennének betegek. Mert az immunrendszer és immunerősítő sincs, nincs ilyen fogalom, nem létezik, hanem egészséges szervezet van, egy csomó szervvel, amik között az immunrendszerünk is az egyik életfontos tevékeny részünk, ami akkor működik jól, ha egészségesek vagyunk. Immunerősítő gyógyszer nem létezik, hanem egészséges életmód létezik. És tudom, hogy ez sokkal nehezebb, de erre az a válaszom, hogy ami viszont kulcsfontosságú, elegendő alvás, gyerekeknél is, felnőtteknél is. És az az anyuka, apuka, aki későn telefon, ezzel megint megnyitnék egy másik nagyon-nagyon fontos területet, mondjuk nyomja a telefont és nem fekszik le, vagy azért későn fekszik le, és a gyereknek azt mondjuk demagóg módon, hogy 9-kor alvás, akkor az nem működik, mert persze nem együtt kell lefeküdni, aludni, de a minta, a követendő minta, hogy odafigyelek az alvásom, az elegendő alvása és az alvásom minőségére, azt tanulják a gyerekek, és érdemes kimondani is, hogy nagyon fontos, úgy, az nagyon szép, ha valaki szeret aludni, és az arany mondatom, hogy ugyanakkor fekszik le a gyerek mindig, minden iskolaidő előtt, nem szeptember 1-én kezdjük a rendszeres elalvási időt, hanem előtte 2 héttel el kell kezdeni, mert közeledik az iskola, és mire jön az iskola,
ki kell sakkozni, fix 9-kor alvás. Minket arra tanított még a már felnőtt fiaimnak a tanítónénie, hogy szerinte az optimális alvási idő az 9 óra. És mi betartottuk az összes gyerekemnél, fantasztikusan működött. Ha reggel nehezen ébred egy gyerek, vagy nem felkelthető, az azt jelenti, hogy korábbra kell hozni, mert nem aludta ki magát. És kipihent állapot szolgálja a testi-lelki egészséget, és úgy lesznek ütőképesek, tanulóképesek, és ellenállók a kórokozókkal kapcsolatban. Az étkezés, a másik, és a csodatévű mozgás, a rendszeres mozgás. Ez a három kulcskérdése, kulcs alapja az immunrendszerünk működésének. Nem, nincsenek csodagyógyszerek. Ha már említetted a vitaminokat, az egy dolog mondjuk, hogy akkor az egészséges étkezéssel be tudunk vinni megfelelő mennyiségű vitamint is, tehát a zöldség-gyümölcs fogyasztás azt gondolom, hogy nagyon fontos most is, míg az év minden időszakában ugyanúgy fontos, de hogy azért vannak szülők, akik ilyen rituálészerűen adják a C-vitamint, a D-vitamint, ezeket a legfontosabbként tartják, sőt, bevallom én is, ilyenkor nem most, de a tél elején, tél kezdete előtt el szoktam kezdeni béres cseppet adni a gyerekeknek. Bár most ez itt a reklám helye volt, de valamiért nálunk ez így, mintha bevált volna, hogy egy kicsit feltuningoljuk úgymond az immunrendszert, de akkor ezek szerint lehet, hogy ezt is meg tudod cáfolni, hogy nincs rá szükség. Ami bevált, az nem nyúlunk hozzá. Ez is alapszabály a gyógyításban. Ami jól működik, az maradhat, az mehet. És az összes vitaminok sorában rengeteg vitamin van, és óriási tévhitek is vannak a vitaminokkal kapcsolatban, hogy mire való egyáltalán, az nem turbó, hanem az elemi szükséglete a szervezetnek, az azt jelenti, hogy azok az anyagok nélkül, amit vitaminnak hívunk, nincs egészséges élet. De egy egészséges táplálkozással, a C és a D kivétel ezek között, egészséges táplálkozással nagyon jól bevihető minden, amire szükségünk van. A D-vitaminnak a jelentősége átíródott az elmúlt évtizedben az orvostudományban, ugyanis megfigyelték, hogy van néhány elváltozás, sokkal több, mint hittük, aminek a hátterében alacsony D-vitamin szint áll. Jó lenne, ha tudnánk egyénre szabni ezt, és tudnánk monitorozni a D-vitamin szintet. A laborvizsgálatban kérhető D-vitamin szint felnőtteknek és gyerekeknek is megnézhetjük, sajnos fizetős. A TBS még nem fogadta be, nem TB támogatott, de nem egetverően nagy az ára. Monitorizni kellene pár havonta, fél évente egy D-vitamin szintet, és emelni vagy csökkenteni az adagot. Azért fontos a monitor, mert ez zsírban oldódó vitamin, és túl lehet adagolni. Tehát nem arról van szó, hogy minél több D-vitamint adjunk, és akkor minden rendben lesz, hanem egy középértékre tudunk mondani persze életkor, testsúly, és egészséges állapotra vagy beteg állapotra szóló adagokat, de időnként azért ellenőrizni kell, hogy a vérszintben ez hogyan mutatkozik, jól működik-e. A nyári napsütéses napok kivételével ősztől tavaszig D és C vitamint érdemes adagolni, egyebet nem. Ha már a túladagolásról beszéltél, akkor mit tud okozni esetleg a D-vitamin túladagolása? Mi van akkor, ha túltengőzt szervezetünkben? Hát leginkább hasi panaszokat, hasgörcsöket, emisztési zavarokat, az az első, amivel mutatkozik, de mivel ez egy nagyon elmosott tünet, ezért muszáj monitorozni. A has azt úgy szoktuk hívni, hogy ez egy fekete doboz. Azzal kezdődik, hogy millió szervünk és működő dolog van a hasunkban, fáj a hasunk, akkor azt az összes milliót érintheti az, ami okozza. Szóval nincs olyan specifikus tünet, amiből rájönnénk, hogy hoppá, ez túladagolás. Hát nyilván az extrém adagok, igen. És ezért most már meg kell szoknunk orvosokként, mivel nagy önállóság, olyan világot élünk, hogy a szülők már óriási önállósággal bírnak a gyerekük gyógyszerelésében is, és most már meg kell kérdezünk, hogy ad-e valamit, amiről nem tudunk a gyereknek, hogy azzal is számoljunk. Uh-huh. És C-vitaminból mennyit kell adni? A C-vitaminból van ez a kis, attól is függ, hogy teljesen egyénre szabott, hogy mennyire jól leszik a gyerek. Ha okostányér, ha szabad itt annyit elmondanom, csak egy mondatban van egy szuper honlap, a dietetikus országos szövetsége készítette, okostányér.hu, az az elérhetősége, és ott minden ilyen le van írva, és az alapelve az, hogy képzeljünk magunk elé egy tányért, amire rápakolunk mindent, amit a gyerek aznap megevett. És ott az arányoknak rendben kell lenni. Hát kaphat a gyerek, bemelt a Mekibe és ehet egy hamburgert, az sem Isten ellen való vétek,
azt is kaphat, csak akkor azt kompenzáljuk, hogy mégis legyen elegendő zöldséggyümölcs. Tehát minden összesen a nap folyamán az egy nap alatt megevett, bevitt tápanyagoknak az aránya rendben legyen. És az okostányér azon a holnapon a vitaminigények is megvannak. És teljesen egyénre szabott vitaminigény van. Nyilván nem mindegy, hogy egy nagyon vékony, kicsi súlyú kicsi lányról van szó, vagy egy nagy, sportoló, gyorsabb anyagcseréjű, izmot építő kamaszról, és ezért ez nagyon egyedi igény, de azért azt hadd mondjam, hogy a gyerekeknél az 500 mg-ot azért ne lépjük át. Az már felnőtt adag egyébként, csak az egy olyan maximum mondjuk, amit nem érdemes túl. Tehát sokkal kisebb az adagolandó, hogyha gyümölcsöt, zöldséget is eszik gyerek. A beszélgetésünk végén akkor szögezzük le, hogy mi a legfontosabb, akkor most mire figyeljenek azok, akik az iskolára készülődnek. Az egészségkultúra. Tanítsuk meg a gyerekeket, hogy kézmosás, ne csak a kézmosás világnapján legyen ez téma, hanem hogy mindig, amikor a szánkról valamiba kerülhet valami a kezünkről, alvás, evés előtt és evés után, ha hazaérkezik az iskolából vagy boltból, az első otthonk az a szappanos kézmosás legyen ennek a kultúrájára. Ha náthás, köhögőssé válik valaki, akkor viseljen maszkot, ha muszáj emberek közé menni. Uram, bocsá, hogyha beteg valaki, felnőtt és gyerek is, maradjon otthon és gyógyuljon meg, és tünetmentesen menjen dolgozni és óvodába, iskolába. Hogy aludjunk eleget, jó mélyen, és mindent tegyünk meg, és addig hasonljunk, amíg azt el nem érjük, kérjük az orvosunk tanácsát. Az alvásnak óriási jelentősége van. A mozgás, most nem beszéltünk erről, de mindenható varázserő a rendszeres mozgás. Nem az extrém mennyiségű, a rendszeres mozgás egyszerűen egészségessé tesz, és a másik oldalról nélküle nincs egészséges élet. A vitaminbevétel így, ahogyan említettük, arról beszéltünk, és a táplálkozás okossága. Ezek a tennivalóink. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket az okosságokat, és hát kívánom neked, nektek kollégáiddal együtt azt, hogy ne túl sokan forduljanak hozzátok majd itt az őszi időszakban, és hát várunk vissza máskor is egy hasonló témában. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt mára az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.